Ifjúságpolitikai koncepciót készítene a pécsi városvezetés, ez derült ki a képviselőtestület keddi ülésén. Azonban nem az elvileg ifjúsági ügyekért is felelős Nemes Balázs polgármesteri biztost bízzák meg ezzel, hanem külső szakértőt fogadnak. A biztost kérdezte erről a városi jobboldal a közgyűlésben, aki végül válaszolt, de érdemi mondani való helyett politikai támadást intézett, mondja a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter szerint becsapták a városban élőket a baloldalon, hiszen a helyi ifjúság képviseletét ígérték a városvezetésben a választási kampányban. Érdekképviselet semmi, a pécsi ifjúságnak nincsen érdekképviselete, helyette van egy jól fizetett sportállása Nemes Balázsnak, aki egyébként ezt arra használja fel, hogy a politikai ellenfelét gyalázza. Ez elfogadhatatlan, pláne úgy, hogy ez pénzbe kerül az adófizetőknek, pécsi adófizetőknek, ez már több mint 10 millió forintjába került. A komplet ciklus alatt Nemes Balázs ezzel egy pécsi lakás árát fogja megkapni, értékelhetetlen munka nélkül. Ez elfogadhatatlan. A koncepciót azért készítették el 2 millió forintért, mert pályázni akar a városvezetés. Többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa címet szeretnék megszerezni, illetve mást is, de erre pontos választ nem adtak a baloldalról. Nemes Balázs egyébként havi 500 000 kap a városvezetéstől, hogy más feladatai mellett képviselje a pécsi ifjúság érdekeit is.